Sziasztok, itt Teacher Lucky, és már nagyon régóta vártam, hogy megmutassam nektek a kedvenc szuvenírjaimet, amiket a világ körül gyűjtöttem össze. Ne aggódjatok, nem trópusi betegségekről és zabi gyerekekről lesz szó, hanem a klasszikus értelemben vett szuvenírekről. Amit mindig hozok, az a hűtőmágnes, tudom, hogy nagyon elcsépelt, nagyon sablonos, de hogyha olyan helyre megyek, ahol még nem voltam, egy hűtőmágnes mindig veszek, már ki sem férnek a hűtőre, de ezen felül más nem nagyon szoktam, inkább élményekre költöm a pénzem. Ugyanakkor időről időre előfordul, hogy valami nagyon megtetszik, és nem tudom otthagyni, mert elképzelem, mennyire jól mutatna otthon a polcon. Ritkán, de előfordul, hogy valami annyira megfog, hogy úgy érzem, hogy én ezt most nagyon szeretném. Így lett egy csinos kis gyűjteményem az évek alatt, és ennek a nagy részét szeretném most megosztani veletek. Kínában másfél évet éltem, így ott rengeteg minden összegyűlt ez idő alatt, ezeknek többségét egyébként ajándékba kaptam, például legyezőt, kínai pecsétet a nevemmel, és íme a kedvencemet Szianból hozták nekem, ugye ott van a híres agyaghadsereg, több ezer terrakotta katona, ló és harci szekér, melyek nagy része még mindig a föld alá van temetve. Nos, ezt a kis figurát onnan kaptam, nevezetesen az egyik kisgyerek szüleitől, akit az oviban tanítottam. Váltsunk kontinens és menjünk Észak-Amerikába, már nagyon régóta vártam egy ilyen rendszámtáblára, rengeteg helyen láttam, filmekben és mindenhol, és mivel tavaly tavasszal voltam Hawaiion, ezt így be tudtam szerezni. De ennél is menőbb Észak-Amerikából ez a térkép, ami Alaszkából van és aranylelőhelyeket mutat. Azért is menő, mert még mindig találnak aranyat, akkor is, ha nem keresnek, például építkezésen. Ugyancsak Alaszkából van ez a kis fiola, ami aranyat tartalmaz, hogyha megrázom, akkor látszik is. Előre szólok, hogy nincs benne annyi cucc, hogy érdemes legyen ide betörni. És hogy valami hasznosat is mutassak, ez is Alaszkából van, 3 hónapot töltöttem ott, úgyhogy volt időm bevásárolni. Ez egy kés, és úgy vág, mint az álom, úgy viszi át a húst, mintha forró vajon menne keresztül, gyerekektől és részegektől ezzel a tartandó. Nem tudom, hogy nektek van olyan hely, ahova évek óta vártatok, hogy eljussatok, de sosem hittetek benne igazán, hogy sikerülni fog. Nekem ilyen az új-zélandi Hobbit falva, amit a Gyűrűk ura forgatásához építettek fel, aztán lebontották, később újra felhúzták a Hobbit forgatásához ugyanúgy, és ezúttal meghagyták turista látványosságnak. Amikor erős túlzással a környéken jártam, akkor átszerveztem mindent, és sikerült eljutnom ide, ami azt illeti egy évvel később még egyszer, és imádtam, ha érdekel titeket ez a csodás hely, akkor van róla egy videón fent a csatornán, Hobbit falván jártam címmel. Amit onnan hoztam, természetesen a hűtőmágnesen kívül, az egy bögre. Sima fekete bögrének tűnik, de ha forró vizet öntök bele, akkor fokozatosan előtűnik középföld a térképe és egyéb szuper dolgok. Nézzétek meg, hogy kirajzolódik rajta egyre több minden, én imádom. Sokkal finomabb ebből a tea. Bár ez most csak forró víz. Ha már Új-Zéland, akkor hoztam onnan egy kis kiwi madarat, ez az ország jelképe. Ne kérdezzétek, miért ezt a kis molett nyomi madarat választották szimbólumnak, vagy ez volt, vagy a bárányok. Megint csak nem úgy mentem be a boltba, hogy én most venni szeretnék valamit, egyszerűen csak megláttam ezt, és nagyon megtetszett, azóta is imádom, nézzétek meg. Új, micsoda popsi! Ha körülnézünk a szomszédban, azaz Ausztráliában, na onnan nagyon jó cuccokat lehet hozni. Ott van például ez a koalás pólóm, amit az első ott tartózkodásomkor vettem. Ez egy tökéletes választás, egyrészt mert a koala a kedvenc állatom, másrészt szeretek távoli helyen pólókat venni, mert amikor felveszem őket, arra gondolok, hogy milyen jó is volt ott lenni. És hát mi más hozhattam volna Ausztráliából, hanem egy bumerángot, nem egy kínai utánzatot, hanem egy ilyen szép eredeti darabot. Dobálni mondjuk nem nagyon merem, majd gyakorlok a válfával, és hogyha azzal megy, akkor jöhet ez is. Amúgy itt a hátulján van egy ilyen rövid kis instrukció, hogyan dobjuk el, álljunk szembe a széllel, forduljunk jobbra 45 fokot, majd egy 30 fokos szögben dobjuk el. Egyszerűnek tűnik, ugye? Nem az. Meghoztam egy ilyet is, mert nekem Ausztrália az örök favorit az állatvilág miatt, ezen pedig rajta vannak a kedvenceim, a koalák, a kenguruk, az emúkkal pedig híresen jó viszonyt folytatok. Mindjárt visszatérünk Óceániába, de előbb evezzünk hazai vizekre, mármint Európába. Ez a legtipikusabb, legturistásabb dolog, amit venni lehet, de ebből is látszik, hogy nem kell nagy pénzeket elköltened arra, hogy valami olyasmit találj, ami örömet okoz.
Ez a kis filléres szobor Rómából van, és nekem mégis nagyon tetszik, mert amikor ránézek, azt jutatja eszembe, amit a városban is éreztem, nevezetesen, hogy egy ősi, történelmi helyen sétálgatok. Pár nap múlva indulok Athénba életemben először, és ott is hasonló benyomásra számítok. Izlandon fél évet éltem, de nem hoztam haza túl sok mindent, kaptam viszont ajándékba egy ilyen gyönyörű lapos üveget, nem vagyok nagy piás, ezt nem is szoktam használni, de attól még elképesztően szép. Továbbra is Európánál maradva, egy másik dolog, amit szintén soha nem szoktam venni, ékszerek. Mégis amikor Máltán sétálgattam, és megláttam ezt a bőr karkötőt, annyira megtetszett, hogy nem tudtam otthagyni. Ugyanez történt velem, amikor Montevideóban voltam, Uruguay fővárosában, akkor ezt találtam, ez nekem különösképpen tetszik, mert van rajta egy iránytű, ami számomra azt fejezi ki, hogy az utazás milyen jó dolog. Ez Fidzsiről van, néha felszoktam venni, mert azt a szuper napot juttatja eszembe, amikor ezt megvettem. És ha már Uruguay szóba került, ezt a térképet is onnan hoztam, egy piacon vettem attól, aki ezeket készíti. Nagyon szeretem a térképeket, imádom őket nézegetni, ahogy nagyon szeretem a fából készült dolgokat is, úgyhogy ez nálam minden szempontból nyerő. És ha már Dél-Amerika, ez a bortartó, mert igen, ez egy bortartó, Argentina fővárosából, Buenos Airesből van, a piacon sétálgattam, megláttam milyen jó pufa, és megvettem. Meg is mutatom, hogy működik, csak egy bor kell hozzá, meglepő módon. Fogod a bortartót és a bort, ezt beleteszed, és ha megtaláltad az egyensúlyt, akkor már meg is tartja. Egyébként szeretek az adott térségre jellemző ételeket és italokat is hozni, ez a bor is Uruguayból van, de hoztam onnan most olívaolajat, vagy ezt a kis csokikrémet, Kanadából juharszirupot, Ausztráliából Vegemite-ot, tehát tényleg mindig valami olyan finomságot, ami az adott régiónak a sajátja, kivéve, hogyha barátaimnak hozok valamit, akkor minél rosszabb ízű, annál jobb. Továbbra is Dél-Amerikánál maradva jártam Rio egyik legnagyobb nevezetességénél, a hatalmas Jézus szobornál. Ott vettem egy ilyen kis szobrot, ami megint csak egy tipikus turistás dolog, de nekem mindig az jut róla eszembe, ha ránézek, amikor ott álltam és élőben láthattam azt, amiről sosem hittem volna, hogy látni fogom. Plusz mókás, mert úgy néz ki, mint egy kis vallási Oscar-díj. És idén a Jézus szobrot a legjobb ördögűzés kategóriában nem más kapja, mint... Feature Lucky! Emellett elraktam emlékbe a riói karneválos belépőm, ami hatalmas buli volt. Ha érdekel, hogy honnan ered a karnevál, hogyan bonyolítják le a versenyt, és hogy ez az egész hogyan néz ki a több tízezer néző között, akkor nézzétek meg az erről készült videóm, amit megtaláltok a csatornámon. Visszakanyarodva Óceániához, van onnan még valami, amit megláttam és megszerettem, ezt a kézzel készített festményt Tongán vettem, és abszolút visszaadja azt az érzést, azt a hangulatot, amit ott éreztem. De még ennél is menőbb ez a kis fabalta, ami Fidzsiről van, szintén nem kínai, ezt Fidzsin készítették, és azon túl, hogy dekoratív, még fegyelmezni is lehet vele bárkit, aki kartávolságon belül jön. Nekem ezek voltak a kedvenc utazós tárgyaim, és érdekel, hogy nektek melyik tetszett a legjobban ezek közül, és az is érdekel, hogy nektek mi a kedvenc emléktárgyatok, amit magatokkal hoztatok. Ezt a két logot írjátok meg kommentben, és ígérem, az összes hozzászólást el fogom olvasni, mert tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki mit hoz magával egy utazás után. Lenne még egy izgalmas dolog, amit szeretnék nektek megemlíteni, tényleg csak egy kis trailer, mert lesz erről külön videó. Tehát készítettem egy kurzust, ahol azt mutatom meg, hogy hogyan tudod elkezdeni a saját YouTube csatornádat teljesen nulláról, az sem baj, ha még sosem vágtál korábban videót, szó lesz arról is, hogyan tudsz ebből bevételt szerezni, tehát érdemes feliratkozni a csatornámra, mert a következő videóban erről is lesz szó, valamint jönnek a dél-amerikai és egyéb utazós videók is. Ezen kívül megtaláltok Instagramon és van Facebook oldalam is, ha pedig e-mailt írnátok, azt a sziakukac.beférek.hu e-mail címet tudjátok küldeni. Várom a kommentjéteket a videó alatt, Teacher Lucky! Keep it.